Ferencvárosnál mindig is tradicionális dolog az, hogy a volt sportolóinkat, lett legyen labdarúgó vagy bármelyik sportág, haláluk után is megfelelő becsben és tiszteletben tartjuk. Hála József egy olyan játékosa volt a klubnak, aki mégis 289 alkalommal szerepelt a Fradiban, tagja volt a 100%-os bajnok csapatnak, tehát mindenféleképpen megérdemli a tiszteletet a részünkre. Személy szerint nekem is ez egy fontos dolog. Én szerintem a Ferencváros mindig is arról volt ismert, természetesen a sport eredmények mellett, hogy megemlékezünk a volt játékosainkról, és hát hogyha nincsen olyan, aki rendbe tartaná az ő sírjukat, emléküket, akkor nekünk ez kötelességünk mindenféleképpen. Ez egy nagyon szép feladat, ez Kubatov Gábornak a klubelnöke, aki egyébként az alapítványnak és az elnöke, neki volt az ötlete. Ugye Gábor mindig mondja, hogy akinek nincs múltja, annak nincs jelene és nincsen jövője sem. Én azt gondolom, hogy természetes az, hogy az alapítvány ebben a Fradi Múzeummal kooperálva feladatot vállal, hiszen nagyon sok sikeres sportolója van a klubnak, olimpikonok, Európa bajnokok, világbajnokok, vagy neves labdarúgók, akiknek a sírjához különböző évfordulókon kimegyünk koszorúzni, és azt gondolom, hogy ez azért összekapcsolódik a jelenben meg a jövővel is, hiszen a gyerekek, akiket mi támogatunk, talán elgondolkodhatnak rajta, hogy azért hát némiképp halhatatlanságot is kapnak ezzel, és a gyerekeknek esetleg példakép is lehet egy olimpikon, és látják, hogy azért ők még mindig így előtérbe kerülhetnek esetleg ezzel, és megbecsülést kapnak holtuk után is. Nagyon fontos minden klubnak a saját halottai, a saját legendái, de a Ferencváros, mint ugye a magyar futball zászlóshajója, nekünk kiemelten fontos, hogy minden volt legendánkról, minden volt klasszis labdarúgónkról, olimpiai bajnokunkról, világbajnokunkról, illetve hát sorolhatnám, legendás sportolóinkról megemlékezzünk. Azt gondoltuk, hogy egy méltó megemlékezéshez, egy méltó hagyományőrzéshez a sír felújítására is szükség lesz, és azonnal foganatosítottunk is lépéseket ez ügyben. Egy csodálatos kapusa volt a Ferencvárosnak, ugye azt tudni kell, hogy 1930 és 39 között védett a Ferencvárosban, 289 mérkőzésen, háromszoros bajnok volt többek között, ugye, ami nagyon fontos, hogy tagja volt a 31-32-es szezonban 100%-ot elért bajnok csapatnak, és amit nagyon sokan nem tudnak, hiszen ugye a magyar labdarúgó válogatott ugye ezüstérmes lett, ugye a berni döntőt mindmáig ugye az aranycsapat kapcsán hozzuk, de azt tudni kell, hogy 1938-ban volt a magyar labdarúgásnak egy másik világbajnoki ezüstérmes csapata, több ferencvárosi játékossal, és ebben a csapatban egy mérkőzésen védett is Háda József, tehát ő is világbajnoki ezüstérmes, ez is egy érdekesség az ő pályafutásában. Valaki 289 alkalommal védi a klubnak a kapuját, akkor én úgy gondolom, hogy a legemelkedőbb közé sorolható mindenféleképpen. A válogatottban is nagyon sokat tett, ez is térmes volt, hogyha jól emlékszem, világbajnokságon. Tehát azért ő egy olyan figura, akiről nem sokszor beszélünk egyébként, de számunkra mindig is fontosak lesznek azok, akik tettek valamit ezért a klubért.